A medgy az alma után a hazai gyümölcstermesztés második legfontosabb növényi kultúrája, mind a termőterületet, mind a termett mennyiséget tekintve. Emellett az Európai Unióban is meghatározó a magyar medgytermesztés, Lengyelország után a második helyen állunk. Az európai piacon mintegy 330 ezer tonna körüli megy kerül be a gazdasági körforgásba. Ez a 2017-es áprilisi fagykár miatt több mint 100 ezer tonnával csökkent. Azonban ennél égető probléma, hogy a megytermesztésünkre nagyon alacsony fokú szervezettség jellemző. Ezt már Ledó Ferenc mondta. Minden évben nagy gondok vannak a megypiacon, tehát mivel a második legfontosabb gyümölcsfaj az alma után, érzelmi kérdés is, és ugye főleg a termőknek egy nagyon komoly megélhetési problémát is jelent, hogyha nem olyanok az árak. Termelési oldalról is vannak problémák. Ha át akarunk állni arra, hogy a kompotmennynek a túlzott volumenét csökkentsük, és ugye akár az étkezési megypiacába, vagy a fagyasztott megypiacába szeretnénk elmozdulni, akkor fajtabántásra van szükség. Nagyon sok régi ültetvény van, ami hozamban, minőségben már nem tudja azt produkálni azokat az eredményeket, és akkor a fajlagos költségek olyan magassá válnak, hogy gazdaságtalan a termelés. Másik oldalról, hogy a feldolgozóknak az együttműködése a termelőkkel sokkal, hogy mondjam, jobbnak kellene lenni. Ledó Ferenc azt is hozzátette, a hosszú távú cél az lenne, hogy az időjárás okozta károk miatt ne történhessen olyan, hogy egyik évben a termelők, másik évben a feldolgozók járnak rosszul. A veszteségek eredményeit is meg kell próbálni együtt viselni. Pusztai József kiemelte, fontosak a gyümölcstermesztési konferenciák, hiszen rendkívül sokat tanulhatnak egymástól a termelők és a feldolgozók. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy nekünk is van egy elképzelésünk, és a többiekére én is kíváncsi vagyok. Nyilván egy ilyen fórumon az embernek a már korábban elképzelt útja valamilyen módon módosul, és úgy gondolom, hogy minden ilyen tanácskozásból az ember hall olyat is, amit azt mondja, na ez biztos nem, meg olyat is, ami azt mondja az ember, hogy ennyi, lehet, hogy ezeknek igazuk van, gondoljuk át, próbáljuk meg. Én azt várom, hogy minden megbeszélés, minden kertlátogatás, minden elolvasott cikk után az ember mindig egy kicsit fejlődik fejben, gondolkodásban, változik az iránya. Én úgy gondolom, hogy nekünk is a 20 éves ültetvényeket cserélni kell, azt, hogy milyen fajtára, milyen arányban, ezek a mostani időszaknak a problémái, és egy ilyen beszélgetés alapján fognak ezek kialakulni. Az újfehértói konferencián elhangzott a megytermesztés jövője a tét, amelyhez elsősorban a termékpálya szereplői közötti együttműködést kell erősíteni.